szép eddig. Edombonyi, ki a szélre, megérkezik Gera is. Gera egy cseh befelé, aztán rálép a labdára, majd eltekeri, és a kapufáról nem pattan be. A DVTK három mérkőzést játszott hazai pályán egymás után. A Fehérvár és az Zalaegerszeg elleni fölényes győzelem után a Puskás Akadémia ellen döntetlen volt a következő mérkőzés. Hogyan láttad ezt a találkozót? Igen, mondhatom, hogy ezután a hét után egy eredményes hetet zártunk, három mérkőzés itthon, úgy gondolom, hogy ezt mindenki elfogadja. Úgy gondolom, hogy az itthoni utolsó mérkőzésen a Puskás Akadémia ellen is oda tettük magunkat. Ott az első fél időben, hogyha kicsit határozottabbak vagyunk és a helyzeteinket tudjuk értékesíteni, akkor meggyőződésem, hogy teljesen másképp alakul a mérkőzés, de így se lehet panasz szerintem a teljesítményünkre, és innentől kezdve csak előre kell gondolnunk. Hogy érezted, mekkora előnyt jelentett a Puskás Akadémia számára az, hogy ők nem játszottak hétközben kupamérkőzést, ti pedig 180 perccel a lábatokban léptetek pályára? Nem éreztem úgy a csapaton, hogy ez minket visszafogott volna, vagy a Puskás Akadémia előnyben lenne, de meg kell mondanom azt, hogy igenis, ez egy mérkőzés játszottunk a hétközben, ez biztos benne volt a lábokba, a fejekbe, de ez, erre nem lehet semmit fogni, ez benne van, ezt el kell fogadnunk, és teljesítenünk kell minden egyes meccsen. Ahogy mondtad, a két fél idő az különbözött egymástól, és rátérve a te teljesítményedbe, abban is a második fél időben kaptál egy jó kis ellenfelet Lami Kóli személyében. Igen, első fél időben egy kicsit olyan hamis 9-essel játszottak, de utána megérkezett az igazi 9-es. Igen, mondhatom, hogy egy kellemetlen ellenfél, nehéz ellene játszani, erős, gyors, igen, jó technikás labdával, de szerintem a társammal Márkóval sikerült ezt hatástalanítanunk, és nem is volt olyan különösebb nagyobb veszély a kapunkra. És ha szóba hoztad Márkó Lündet, akkor hogyan osztjátok egymás között a feladatot? Most már azért öt tétmérkőzést játszottatok egymás mellett. Igen, nincs kimondva, hogy most neked ezt kell csinálni, azt kell csinálni, mindenki csinálja a saját dolgát, segítünk egymásnak, sokat beszélünk egymással a pályán, kisegítjük egymást, ahol csak tudjuk, de ilyen elhatározott szerep, hogy most csak ő fel vagy én fejlek, ilyenek nincsenek. Mindenkinek meg kell csinálni ugyanazt a dolgát, ami a másiké, és akkor onnantól kezdve nekünk nincs ott hátul problémánk. Időnként viszont oldalt váltotok. Igen, előfordulnak ilyen szituációk, hogy keresztbe kell menni, ez a játék stílusunkból adódóik, hogy feljebb kell védekezünk nekünk is. Néha be kell vállalni egy nagyobb rizikót hátul, hogy egy az egybe hagyni játékost, de ebből fakadóan jön ki az, hogy néha oldalt váltunk, és már beszéd nélkül is tudjuk azt, hogy például én átkerülök a bal oldalra, a csatárral, akkor ő már tudja nagyon jó, hogy ott a jobb oldalt kell neki biztosítani, és nekem egyből a bal oldal zárni, mert ez így egy kicsit energiatakarékosabb. Az öltözőben a mérkőzés után azért nem volt nagy vidámság. Hogyan értékeltétek egymás között az eredményt? Nyert a DVTK egy pontot, veszített kettőt? Szerintem, ha a meccs összképét nézzük, akkor egy igazságos döntetlent értünk el, de ahogy fogalmaztam is, hogy kezdtük a mérkőzést, és abból kiindulva alakult így a mérkőzés vége, akkor egy kicsit arra fele hajlok, hogy egy kicsit vesztettünk kettő pontot, de ha a meccs előtt megmondták volna, hogy egy ilyen mérkőzést tudunk játszani, amit bemutattunk, és egy-egyet tudjuk zárni, akkor szerintem nagyon sokan aláírták volna ezt az eredményt is. Hétvégén, szombaton, kora délután lehet folytatni ezt a sorozatot. Az ellen a Mezőkövesd ellen játszik a DVTK, akit már kétszer sikerült legyőzni a bajnokságban. Mit vársz a találkozótól? Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, megmondom őszintén. Nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy a saját játékunkat játsszuk, és ne hajtsanak bele minket egy olyan játékba, amit nem szeretnénk játszani. Onnantól kezdve, hogyha ezt le tudjuk vetközni, és tudjuk játszani a saját játékunkat, akkor szerintem meg lehet az idényben a harmadik győzelmünk ellenük is. És ez a vége. Egy-egyes döntetlen a DVTK Puskás Akadémia találkozón. Plüsek góljával az első félidő utolsó pillanataiban vezetett Hornyák Zsolt csapata, de a második félidő legelején Edombonyi egyenlített.